Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, egy jöjjön Battlefield egy. Battle Működése. Ha te az a maximalista játékos vagy, aki szeretné megszerezni az összes legendary skin összes rare skin összes sima skin minden skin szeretnél magadnak a világon, akkor íme jöjjön egy videó arról, hogy hogyan működnek a battle pack és hogy lenyugtasd az idegeidet, hogy veled de nincsen semmi. Nos, a működési elv a következő. Minden héten, két hétben, tehát minden héten nagyjából úgymond változik a rendszer. Tehát minden héten a játék egy automatizált rendszeren felsorol új skineket. Tehát, hogyha az egyik héten nem sikerült megszerezned az összes skint, akkor egy valamikor a jövőben, ha játszol a játék, a következő héten újra esetleg előfordulhat ez a skin sorozat, vagy ez az a skin, amit meg szeretnél szerezni, és hogyha szerencséd van, akkor ki tudod forgatni, ugye ez a random szám generáló, hogy kikap a, a betöpekeket, ez őrületes, és egy ilyen ö, szekvenciában gyakorlatilag húsz Skin van. Szóval van egy heted rá, nagyjából, hogy megszerez azt az összes 20 skint, amit kinyitnak, ki lehet nyitni, ugye a pack-ekből Ha nem, akkor sajnos várnod kell addig, amíg újra és újra valamikor fel fog bukkanni ez a, ez a skin, és akkor megpróbálni újra megszerezni. Szóval eléggé macera a rendszer, és Összintén szólva, ugye, ha nem akarsz konkrétan erre pénzt költeni, hogy e, vegyél e, skineket, mert úgy viszonylag gyorsan meg lehetne ne szerezni, de még úgy se lehet nagyon megszerezni gyorsan, mert kell legalább 80 betölpeknyi e, adag, hogy esetleg ki tud nyitni az összes szint, és még akkor se garancia, hogy kinyitod az összes szint, mert kaphatsz duplikátumokat. Én, nekem voltam úgy, hogy zsinórban négyszer nyitottam ki ugyanazt a skint a fegyverre, és már őrületet kaptam, de végül is egy bizonyos szempontból ugye nem baj, mert akkor fogom és eladom scrapnek e, őket, és, és, akkor fogok venni ugye egy olyan ládát, ami vagy csak legendary tartalmaz, de én úgy gondolom, hogy a, tehát a befektetett scrapteknek a, az a láda, amelyikben legendary és rare e, cuccok, vagy is skinek vannak, azok az igazából valahol jobban megéri, és jelen pillanatban például én a játékban csak a rare és a legendary skineket tartom meg, aztán egyszer valamikor, tehát tényleg annyira nem izgultam rá a sima skinekre, én többnyire, hogyha valami, valamit megtartok, akkor az a legjobb, vagy az ahhoz közelítő legjobbnak tartott, dolog, és majd akkor, hogyha már így tényleg sikerül megszerezni a java részét ezeknek a legendary és rare cuccoknak, akkor kezdem el megtartani magukat a sima uh, szkineket skineket is, addig meg szépen eladhatom őket Scrapnak és ugye azt a át veszem, amelyikben rare és legendary vannak, nem csak legendary uh, cuccok, mert a, tehát gyakorlatilag egy nagyobb szélességben kaphatom ki uh, az összes uh, skint, amire Szükségem van. Nos, srácok, röviden szólva, ennyi uh, lett volna a videó, uh, ez a videó. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok uh, kinyitandó láda lesz, amire megszerzi az ember ezt, ezt az összes skint, amit szeretné, és uh, valószínűleg ez azért is van, mert hogy uh, ugye nem túl sok minden van a játékban, nem túl sok fegyver, nem túl sok skin van a játékban, amit fel lehet oldani, és ezek kicsit ezzel próbálják lelassítani a játéknak a kimaxolását, magyarul, azon kívül, hogy elérd a százas szintet, és de úgy Isten igazából nagy kár, hogy például nincs egy kis, mit tudom, én egyenruhaváltás, vagy színváltás, vagy ö, nem tudom, fegyverekre is akár lehetett volna csinálni több skint, és egy más rendszer, pak rendszert csinálni, vagy tényleg a katonáknak különböző egyenruha fajtát lehetett volna ö, más csinálni, és akkor egy kicsit talán jobban kiegészült volna a játék, szerintem lett volna rá opció, hogy ezeket megejtsék. Valahol ezen része, amit még említettem a menüvel, és ez a battle es részevel a játéknak nagyon uh, félre sikerült, de hát javarészt a játék élmény, amit nyújt ez a játék pótolja az egészet. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, a következő videókig sziasztok, ha még több betűfélet szeretnétek, akkor ugorjatok el a csatornámra, és csekkoljátok le azokat a videókat. Sziasztok!